Na, szóval itt tartunk, hogy most akkor mehetünk szépen tovább, ugye? Szépen föltoltuk ugye a skillünket, ugye? Egyetlen egy darabot, mert miért ne toltuk volna föl. És gyakorlatilag ugye egyetlen irányba tudunk menni, az pedig, hol látok valami sárgát az égen? Ott látok sárgát az égen, szóval arra fel. Íh! Átestem a tűz túloldalára, na mindegy. Szóval visszamegyünk az erdőbe, ugye? Itt ugye folyamatosan nyomkodni fogom egyébként, hogy látok-e bármit az égvilágon, amit meg lehet gyilkolni. Sok mindenem nincsen egyébként, 10 darab nyilam, az mondjuk szerintem elég. Viszont menet közben ugye itt szépen kinyílt ez az ajtó, szóval le fogok tudni menni. Ha valaki van-e itten, kérem szépen. Biztos van. This could be a way through. Annyira marha jó hangja, hogy ez a damn it, nem tudom, kurva jó egyébként, tehát annyira eltaláltak az összes szinkron hangot, az összes színészt, az összes grafikát, nem tudom miért nekem egyébként. Kevés olyan játék van, amire azt mondom, hogy közel tökéletes, ez nagyon-nagyon közel áll hozzá. Egy-két dolog van, amivel nem feltétlenül értek egyet, nem feltétlenül szimpatikus, de azért a többsége igen, bocsánat, igazítok. Nem tudom, mennyire hallatszik bele egyébként zajként, amikor igazatok bármit magamon, de mindegy. És tényleg ezek az apróságok, hogy striguláznak, meg jelek vannak mindenhol, tehát hogyha valaki szeretne környezetet nézegetni, itt lehet, jó? Abszolút lehet. Na most itt pedig ugye van nekem egy ajtóm, ahogy jelenleg nem fogok tudni bemenni, viszont inkább akkor leégetem ezt, mint a kötelező volna. Félreértés ne essék, nem játszottam ezzel a játékkal alsó hangon 6 éve, 7 éve, tehát biztosak lehettek benne, hogy nem lesz itt tökéletes minden, de igyekszem. Na és akkor kaptunk ugye egy fejszét, amivel jelenleg semmit nem tudunk csinálni, azon kívül, hogy kinyitunk dolgokat, jó? Tehát ezzel kb. Kimerül a Quick Time Event jelenleg, illetve bármiféle harci képességünk. Ládát azt ki kell nyitni mindenképpen, XP legalább van benne. Jó, na most pedig tovább tudunk haladni. Gyakorlatilag a túlfelén fogunk ennek az egésznek kijutni. Nyerünk. Nagyon para hangulatot sikerült varázsolniuk egyébként, annak ellenére, hogy ez nem egy horror játék, tehát félreértés ne essék, ez nem az. Ennek ellenére annyira jó hangulatot sikerült csinálniuk az egésszel, hogy imádom, imádom bakken, nagyon-nagyon-nagyon működik. Nagyon működik. Úgyni. Na, ez jó lesz. Hallgatózzatok, mert érdemes. Valaki beszélget, Ott van Sam. Did you get that? Got it. We have a fire. Look for the smoke. We're on our way. Laura, you made it. Sam, thank goodness. Surprise. It's okay. He's one of us. Sorry if I startled you. This place would make anyone a little jumpy. We just spoke to your crew. They're on their way. Look, he bandaged my foot. Oh, it was the least I could do. My manners. I'm sorry, I'm Matthias. A teacher by trade. Not really cut out for island life, I'm afraid. Sweetie, you look exhausted. Sit down. Yeah. Sam here was just telling me about the Sun Queen. Right, Himiko. Can you tell me more? I'm intrigued. Well, believe it or not, a couple thousand years ago, Queen Himiko pretty much ran things in Japan. She loves telling this story. Himiko was beautiful, enigmatic, but also ruthless and powerful. Legend says she had shamanistic powers. And this is where she loses me. Well, there's always some truth to myths. She commanded an army of samurai warriors, her magnificent storm guard. They rode the very winds of the battle, laying waste to all who opposed them. They say the sun rose at Himiko's command, and she ruled everything its rays touched, from the mountains to the sea and beyond. But what happened to her?
Na most a következő dolgunk van igazából, hogy várjuk, hogy honnan a francból jönnek a farkasok. Szerencsére lelassítják őket menet közben. Nem emlékszem, hogy fixen egy helyről jönnek, vagy pedig kicsit nézelődni kell, de úgy emlékszem, hogy fixen egy helyről. Könnyű dolgunk van egyébként, semmi extra. Főleg normálon, jó? Tehát odafordult lő, jó? Azt hiszem, hogy hármat kell összességében leszedni így. Nem kell izgulni, nem kell izgulni, jó? Tehát bullet time van, ami azt jelenti, hogy látjuk őket, akkor tudunk oda célozni. Kettő, oké. Okay. Később nem lesz ilyen könnyű leszedni őket egyébként. Lesznek, jó? Nem kell félni, lesznek. Gyerünk, hol vagy? Azaz! Konyha. Let go. It's good to see you, little bird. I'm so glad you're here. Is Sam with you? She was with you. She was here with that man, Matthias. But I passed out. When I woke up, they were both gone. You girls should not go wandering off. We need to find them. Wait. What about Rock? Okay, let's split up. One of us go with Laura and meet up with Roth. The rest of us should fan out and look for Sam. I'll go with her. No. Let me. You know how to use one of these? It's been a while. It's all coming back to me. Get to Roth. We'll find Sam and this Matthias guy. You gonna be okay? Yes, I probably just need to rest for a few minutes. You sit here. I'll check up ahead. Okay. Na szóval ugye, megtalált minket a csapat, viszont ugye rendkívüli módon elmentek a másik irányba, szóval innentől kezdve mi szabadon garázdálkodhatunk. Úgy emlékszem, hogy itt nem sokat fogok tudni találni egyébként semmiből, illetve megnézem, hogy térképem az hol a francban van egyébként. Ja, így nyitom meg, oké, tökéletes. Szóval ugye látom, hogy mi hol van, ha esetleg valamilyen érdekességet felfedeztem, az nem tudom, hogy micsoda egyébként, dokumentum, szóval ilyen apróságokat látok, de mindegy, egyelőre nem foglalkozok vele. Jelenleg itt tartok, hogy... Ja, gyújtsunk egy fákját, azaz. Amit tudok, összeszedek, jó? Tehát van egy ilyen fix értékű dolog, amit össze kell gyűjtenem ezekből a lootokból, és utána fogok tudni tovább haladni, szóval amennyire tudok, oké, salvage plusz 20, 200 kell, ha jól emlékszem, nem vagyok benne biztos, mindegy, nyilak azok kellenek, és elközlekedek én itt magamban szépen oldalt, jó? Tehát jelenleg nem érdekel, hogy mi más van. Valamit láttunk. Aha. Szóval, hogy menjünk a nagy kapu felé. Majd megyek a nagy kapu felé, jelenleg most éppen más dolgom van. Szarvas! Elfutott, bassza meg, nem mindegy. Ő annyira nem lút, oké? Amit most meg fogok csinálni, hogy bemegyek ide a barlangba. Itt van egy ilyen plusz cucc. Ez opcionális egyébként, jó? Tehát nem muszáj barlangokat nézni, nem muszáj nektek egyáltalán semmilyen szinten bemenni az ilyen különböző sírokba, viszont rendkívül hangulatos, szóval én mindenképpen meg fogom tenni őket. Gyerünk. Lóti, futi. Ja. Feelinges. És persze puzzle-ök vannak, el fogjuk oltani a... Ezt összeszedjük, bocsánat. Fújni. El is van oltva. Szóval most ugye, mi az Isten fogunk tudni csinálni, ugye? Tehát kell nekünk valami, amit tudunk gyújtogatni, viszont nincsen semmi az égvilágon. Szóval azt fogjuk tudni lelőni, ugye? Tanulunk. Szépen lassan. Úgyni, töké. Szóval, vannak ezek a különböző pályák, ez például az elveszett Adventure, tehát az elveszett kalandozó sírja. Na,
Sírnak nem nevezném, mert rendkívül kurva nagy repülő van ott, viszont legalább van itt valami. Na most, az a baj, hogy mint ahogy említettem, jó pár éve nem játszottam, szóval halál pontosan nem fogom tudni egyébként megcsinálni a dolgokat, viszont ami biztos, hogy ezeket a fehér gyors fiszfaszokat, ezeket föl kell gyújtani és leégetni a francba, jó? Ez 100%, ez tuti. Úgyhogy, amit csak találok és meg tudom szabadítani a repülőt tőle, azt én meg is fogom tenni. Kettő. Kell lennie még valahol. Ez így van, valahogy ha jobban föl kell emelnem. Csak nem emlékszem pontosan, hogy hol, de majd megoldjuk mindjárt. Azt tudja, hogy nem itt. Szóval most lejövünk szépen. Mondom, lejövünk szépen, dupla ugrás, köszönöm szépen. Valahol még van egy. Most ezt nem tudom, hogy tudom eltolni. Nem. Valahogy van rá megoldás a 100%. Gyerünk. Hol van az utolsó? Úgy látom, hogy ott. És szóval valahogy nekem elvileg föl kéne gyújtanom még egyet, amit nem tudok, hogy hol van. Mindjárt megoldjuk, jó? Tehát olyan túlságosan messze nem lehet egyébként. Annak ellenére, hogy én itt budácsolok össze-vissza. Na mindegy. Na gyerekek, első részen túl vagyunk, ez 100%, mert nagyjából számoltam, hogy mennyi az idő. Mi a véleményetek? Meséljetek a saját élményeitekről, jó? Tehát nem feltétlenül a végigjátszásról, tehát ez pont egy olyan játék, ami relatíve lineáris, szóval olyan túlságosan sok tévedés nincsen benne, viszont legalább rohadtul jól néz ki, és ez leginkább akkor adja át azt, amit tud, amikor játszotok vele, jó? Tehát én szeretném megtudni a saját élményeiteket. Elejtem, persze. Szóval, hol vagyunk? Valahol van még valami, amit föl tudok gyújtani menet közben. Csak nem itt. Nézzük. Valahol még úgy emlékszem, hogy a repülő környékén közvetlenül van. Amitől meg kell szabadítanom. De most kicsit keresgélek. Szóval, bárhol, ahol látunk fehér gyolcsot, ott is van, hogy szakadna meg, megvan. Most a kérdés az, hogy ezt honnan fogom elérni. Ez a legnagyobb kérdés, hogy ha innen próbálok célozni, akkor vajon eltalálom-e? Bár valószínű nem, de megpróbáljuk, jó? Megpróbáljuk. Elmegy odáig? Nem megy el odáig, persze, hogy nem megy, sehogy nem megy odáig. Hiába hajítom, mint a muszáj volna. Szóval kell nekem valami B opció, ugye? Egyértelműen kell valami B opció. Valahonnan szereznem kell még egy... Aha. Bejövünk erre fele. New equipment required to open. Okés, és most tök jó, hogy itt vagyok egyébként, és innen fogom tudni fölgyújtani. Tehát gondolom, hogy valahol máshol van. Oda nem tudok elmenni. Ezt szerintem fölgyújtom a fáklyámat. Nem tudom, hogy egyébként oda tudok-e menni ahhoz, hogy meggyújtsam, de szerintem nem. Csak így itt. Ja, nem. Egyáltalán nem. Nem baj. Szerintem itt fogok találni még lámpát magamnak, és akkor ezt meg fogom tudni oldani. Reméljük. Nem, arra nem tudok menni. Akkor valami más kell. Valahol biztos, hogy van egy istenverte lámpabakker, amit ki tudok használni, vagy nem. Nem. Nézzük ezt. Ez meg mit csinál itt? Valamit láttam. Látjátok, ez rendkívül égetni való. Kiváló. Ja, megvan. Megtaláljuk mindig, jó? Olyan nincsen, hogy valamire nincsen megoldás. Sose adjátok fel,
Sose higgyetek annak, aki azt mondja, hogy nem tudjátok megcsinálni. Meg tudjátok csinálni. Ez nem csak erre igaz, jó? Azt mondja, hogy még egy. Na, de hol van még egy? Keresik az utolsót, jó? Ez nagyon fog fájni. Mondom én, nem baj. Szóval valahol ott van még egy ilyen fehér gyolcs, ami tök jó dolog, csak nem férek hozzá. Ami azt jelenti, hogy valahol, valahol valami mást kell csinálnom. Nézzük csak. Aha! Az mi? Kevés? Kevés. Oké. Nem baj. Ez legyen a legnagyobb gondom. Az mi? Menjél már föl! Nem tud fölmászni? Nem tud fölmászni. Oké. És ha lelövöm? Ez most hatott vagy nem hatott? Nem tudom, mert leestem. Az volt, nem emlékszem, hogy mi a radairos sebet csináltam, ez egy kicsikét nehezíti a dolgot, főleg, hogyha éppen puzzle-ozni kell, na mindegy. Ja. Ez itt hatékonyabb egy fokkal. És megvan! És megvan! Oké. Jó. Now what? Hogy most mi megyünk föl? Megnézzük a repülőt? Vagy valami? Egyértelműen arra felé szeretnék eljutni, szóval föl tudok kapaszkodni, vagy nem? Nem tudok minden föl kapaszkodni, megyünk máshonnan, nem baj. Valahonnan biztos, hogy lehet, valahonnan 100% hogy lehet, olyan nincsen, hogy nem. Én ezt nem vagyok hajlandó elfogadni. Biztos van, aki elfogadja, én nem. Úgy emlékszem, hogy ott még van bent valami, de nem biztos. Ez így van, ez így van, volt. Oké. Töké, na, most pedig akkor be tudunk jutni. Végre. Be az túlzás, mert sok minden nem marad belőle igazából, szóval, ja. Azaz. Oké, és most akkor hol az Isten nyilába vagyok? Megvan. És fölfele, azaz. Na, meg is oldottuk a puzzle-t, ugye? És az első kincsünk megvan. Van egyébként több ilyen sírbolt mindenhol. Sokkal több puzzle van. Sokkal több puzzle van. Nem mindegyiket fogom megnézegetni, egyébként előre szólok. Jó, tehát ne lepődjetek meg rajta. Oké. Ez így van. Kaptunk egy jó kis... Így van. Kaptunk egy jó kis trófeát, meg XP-t, meg egyebeket, szóval most boldogok vagyunk. És akkor megyünk kifelé, ugye? A kifelének annyira nem örülök egyébként, mert ugye a sírboltokban különösebben nem tud semmi megtámadni minket. Ellenben a kinti dolgokkal, ott bizony igen. Jó, tehát ott meg tud. Amit ők faszok. A kinti dolgok pedig farkasok, amiből lesz 5 vagy 6 hirtelen felindulásban, eléggé egy kupacon, szóval ja, annyira nem leszek boldog tőle, de ez van eszköz szeretni. Menjünk, 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 menjünk. Amint kijutunk innen. Továbbra is kíváncsi vagyok a saját véleményetekre, jó? Tehát ez pont egy olyan játék, amit szerintem át kell élni. Hol vagy te pénisz? Gyere! Igaz, hogyha kitérek előle és rálövök, az tök jó. Farkas mínusz. Bazeg! Áááá! Rángat! Lebök! Transzbe elkúrtam. Áááá! Ne halljál meg, azaz. Oké? Okay. Ja. Az nem a legjobb dolog volt, de legalább dobtak lootot, jó? Hol a franc van a szemétláda? Valahol előtte itt a környéken. Ja, leesett ide, hogy szakadna össze. Jól van akkor.
Na, ezek a dobozok, ezek nekem rendkívüli módon kelleni fognak majd. Miatt tovább mennék, 180 salvage-en van, még egy kicsikét gyűjtögetek, aztán megyek tovább. Szerencsére egyébként ebben a játékban valamiért nincsenek egyébként élettöltők, meg kell várni azt, amíg Lara visszagyógyul. Na, kaptam egy ilyen maszkot ugye, tehát ez megint egy olyan dolog, amit nem fogok összeszedni menet közben. Szinte biztos vagyok benne egyébként, hogy ki fog maradni ez a dolog, de nem baj. Hanem csak megmutattam, hogy van ilyen is, jó? Illetve ott van még egy ilyen. Gyerünk. Ide jövünk, és itt van valahol. Ott is van. Jó sok nyilacska. Fullon vagyok, tökéletes. XP-m az remek. És valahol még a sarokban is van, ha jól emlékszem. Farkasokkal együtt. Ott van. Gyerünk. Próbálom csak azokat összeszedni egyébként, ami nem annyira gáz. Tehát nem kell olyan túlságosan sokat küzdeni, érte? Illetve itt van egy ilyen kis szobor valami. Na de hogy ezzel mi az Istent kezdek, azt nem tudom, azon kívül, hogy a hálót azt fölgyújtom a francba. Nem emlékszem már sok mindenre, pedig én annyi mindent megnéztem ebben. Tehát darabra megvan, nyilván tudom azért, hogy hova kell menni, mikor mit kell csinálni, de ezzel nincsen semmi probléma az égvilágon, csak nem emlékszem rá, hogy volt. Nem, fullon vagyok, oké. Shrine. Ott is van egy ilyen kis doboz. 2.30, tökéletes, nézzük, hogy mi van még. El kell veszni igazából az erdőben egy kicsikét, hogy megtaláljátok minden lootot, tehát ez nagyon-nagyon fontos. Bazeg! Áááá! Baszki már! Nem tudok kitérni, vagy mi az Isten van. Nem tudok kitérni, gyerekek! Béna vagyok. Oké. Kicsit hagyjuk, hogy Lara fölgyógyuljon, jó? Az meg már! És megettek! Kurva jó kamera mozgás, remélem, hogy innen kezdem basszus semmi lúttal. Na mindegy. Ez mi? Plusz 25 XP, oké, tökéletes. Jó. Na akkor nézzünk oda-vissza. Nem vagyok benne biztos egyébként, hogy az kelleni fog nekem. Menjünk el oda a shrinehoz. És innen indul a bakker! És innen indul, ami azt jelenti, hogy nekem ezeket rendkívüli módon ki kell nyírni, nem baj, legalább tudom, hogy itt vannak. Oké, és egyes és... Kutyus! Oké, megvan. Ja, gondolom azt nem számította bele egyébként. Szinte biztos, hogy nem számította bele. Egyeske az ott van, kettes-két, azt nem tudom, hogy hol öltem meg. Ott van. Oké, és akkor nézzünk vissza tovább, ugye, amerre voltam. Szinte biztos vagyok benne egyébként, hogy... doboz, elfelejtettem, hogy itt van, oké. Kettő, és számolta, tök jó. Tök jó, oké. Most rendkívül sok salvage-en meg egyebben van, ami azt jelenti, hogy feltöltöttem a dolgaimat. És akkor visszamegyek oda a Buddha szoborhoz, és figyelek arra, hogy ne csesszem el. Azt se tudom, hol vannak, csezd meg! És nekem jön! Na gyere, te pénisz! Annyira eltűnnek egyébként a sötétben, hogy az félelmetes. Bazd meg már! Ne! Az a baj, hogy még nincsen semmi egyéb fegyverem, kizárólag ez a rohadt nyíl, amit nem értek egyébként, mert ott van arán egy... Kurva nagy fejce! Hogy miért nem használja, azt nem értem. Hol vagytok? Egy mínusz, hol van a másik? Megvan, azaz. A loot az jó. És visszaszereztem a nyilamat is. Nem arra mész, hanem arra mész. All clear, Lara! Persze, hogy clear, bazd meg, én cleareltem ki. Én cleareltem ki, hogy szakadnál össze, te. Gyáva postalicska. Another shrine, ez így van. Szóval akkor shrine. Továbbra sem tudom egyébként, hogy mi az Isten nyilát kell csinálni, de úgy látom, hogy azt a dobozt azt már eltüntettem onnan, szóval följebb nem megyek. Ha nem, megyünk tovább, akkor jó. Itt is biztos, hogy lesz valami, mert farkas, azt tudja, hogy van.
majdnem, de az biztos. Oké. Ez is sokkal jobb volt egyébként, hogy láttam, hogy hol a francban vannak, tehát érdemes használni egyébként ezeket az ösztönöket. És... ez már biztos, hogy elég lesz. Valahol itt a bal oldalon lesz majd egy jó kis tábortűz, amit én kihasználok. Úgyni. És elvileg ezt is már ki fogom tudni nyitni, hogyha ezt így... vagy még nem. Ja, még nem, kicsit fejlesztenem kell. Kicsit fejlesztenem kell, nem baj. Szóval... azt mondja, hogy jelenleg még szar ugye a fejszím, ami azt jelenti, hogy kicsit dolgozni kell rajta. Igen. Nézzük csak, azt mondja, menjünk vissza, csak nem akartam, igazán nem akartam bezárni, csak el akartam minden menni erre a képernyőről. Skillek. Egy darab skillem van, ami azt jelenti, hogy valamit föl kéne tolnom nekem. Survivor upgrades, vagy pedig Hunter upgrades. Nézzük a Hunter-t, ugye mink van. Steady shot, ammo capacity, heavy lifter, nem. Szerintem az ammo capacity-t azt föltoljuk, tehát nem baj egyébként, hogy több van nálam, annak ellenére, hogy jelenleg még ugye nincsen sokféle fegyverem, na mindegy. Ja, oké, ez itt tökéletes lesz, rendben. Illetve, amit még ugye meg kell csinálnom, hogy nem a skillek érdekelnek engem. New categories, nem. Ja, még először beszélnem kell, bocsánat, a proffal. Elnézést egy fél pillanat. Na szóval, ugye elvileg most akkor beszélgetünk a proffal. Hol vagy? Ott is van. These are fascinating. I've seen these before. They must be ritualistic. This female image is particularly interesting. Looks like it was made quite recently. It's by those islanders, no doubt. Judging by the wrecks out there, they were once like us. Survivors. Remarkable. Yes, well, let's hope we don't become murderers, too. See if you can work the other one. The handle's missing. Together. Oh, shit! It won't take the force. I'll have to find something sturdier to turn it with. Must be something around here we can use. Incredible. Na és ugye most van az, hogy kicsikét föl kell turbóznunk a fejszínket, és most tudunk igazából rámenni oda, hogy a Salvage-et használjuk a gearhez, ugye. És a 50-be kerül a purchase, bakker, és 265 összeszedtem, oké, nem baj. Későbbre jó lesz, jó? Tehát megerősítettük ezt a cuccot, ami azt jelenti, hogy most már ki tudunk nyitni sokkal több dolgot. Ezzel tudunk egyébként fegyvereket is fejleszteni később, például ezt is ki tudjuk nyitni. Illetve nekem totálisan úgy rémlik, na, oké, totálisan úgy rémlik egyébként, hogy van máshol is. Itt is van Salvage, tökéletes. Tele vagyok Salvage-je, gyerekek. Na most én rohadtul gyorsan elhúzok innen, mint a vadlibák, és visszamegyek a tábornak az elejére. Egyetlen egy oknál fogva nekem totálisan úgy rémlik. Hagyjál békén! A pénisz anyádat azt! Szerencsére messze megyünk, akkor békén hagynak, szóval tök jó. Arról sebet hagynak békén, csezd meg anyád! Hagyjál már békén! Nehogy már itt dögöljek meg, csezd meg! Na gyere te pénisz! Dugd ki a pofádat, gyerünk! Hol vagy te rohadék? Haverodat megnyúztam, gyere te tetű! Na most bezzeg nem nagy a pofája, na mindegy. Jaj. Nem tudom, ki kedveli a farka, sokat én ebben a formában nem. Jó? Lehet egyezkedni velem, de ez az a pont, amikor nem bírom. Ja. Szóval itt a táborban vissza kell jönni mindenki, vagy vissza lehet jönni, és innentől kezdve van még egy jó kis Salvage-em. Nem baj, hogyha van, jó? Tehát most is szépen nagyon adagolja nekünk a játék, viszont későbbiekben meg rohadtul nem lesz belőle semmi. Ú,
Úgy né, ott is még egy kis doboz megláttam így menet közben. Tökéletes, tökéletes, jól el vagyunk látva, mint a kötelező volna. Hunafarkas. Ott pedig a fán egyébként balra volt egy ilyen kis apróság, amit szintén ugye föl lehet szedni, ki lehet lőni. Ugyanaz a fityegő volt egyébként az álomcsapda, vagy álomcsapdaja, annak hívják. Ott is volt egy álomcsapda igazából, amit ki lehetett lőni. Na mindegy. Majd mindjárt igen, köszönöm szépen. Először körülnézek erre, nem tudom, hogy van itt. Aha, van itt még egy plusz dolog. Ha más nem XP-t ad igazából, tehát van itt még egy dokumentum. Nem fogok mindent elolvasgatni, mert rengeteg gyűjthető dolog van benne, és rengeteg lore van benne, szóval igazából jelenleg csak haladok tovább azzal a történettel, amit egyébként mindenki láthat. Akkor is, hogyha nem néz körül, jó? Tehát sosem fogom megérteni azokat az embereket, akik nem tolnak végig egy sztorit, ami érdekli őket, na mindegy.